mellett az, hogy nem nagyon kapok levegőt az orromon keresztül, ezért ma szeretnék valami olyasmiről beszélni, ami engem boldoggá tesz. Engem pedig semmi sem tesz boldogabbá, mint random tények, amiknek egyébként semmi hasznát nem veszem az életben. Ilyen például az, hogy a gombatok kocka alakút kakélnak. Vagy pedig az, hogy a koalák létezése egy középsúlya az evolúciónak. De ott van még például az is, hogy az egész egyiptomi történelem során összesen egy darab fáraó volt, aki igazán megtagadta a többi istenhitet, ez pedig Echnaton. Ahogy azt a neve is sugallja, Echnaton egy atomkultuszt akart kialakítani, míg a többi egyiptomi istent elsöpörte a szőnyeg alá. A Wikipédia szerint Echnaton az új birodalmi 13. dinasztia 10. uralkodója, aki időszámításunk előtt 1353-tól 1336-ig uralkodott. És hogy miért is beszélünk most erről? Azért, mert mai könyvünkben, a Sinuhéban ő is megjelenik. A Sinuhé a főszereplőről kapta a nevét, aki egy orvos. Az ő utazásain keresztül látogathatjuk meg Tébát, Babilont, Krétát és Egyiptomot. Végignézhetjük ez a karakter, hogyan tanul minden új helyszínen valami más, és hogyan látja a legszegényebbek és a leggazdagabbak történeteit is. Ahogy ezt az előbb említettem, Sinuhé egy orvos, ami szerintem egy rendkívül érdekes dolog, hiszen mi biztos vagyok benne, hogy mindannyian elgondolkoztunk már azon, mi is járhatott egy orvos fejében az ókorban vagy a középkorban, amikor meglékeltek valakit azzal, hogy eresszük ki a fejéből az ártó szellemeket. Mármint ma már csak úgy állunk hozzá, hogy mi van? De akkoriban komolyan így gondolták. Ez a könyv pedig remekül bemutatja, milyen volt az akkori emberek életmódja, gondolkodásmódja, és úgy ámblokk a mindennapjai. Ez a könyv nem egy akciódús és humoros olvasmány, így ha egy könnyű kikapcsolódásra vágysz hétvégére, akkor én nem ezt ajánlanám. Ez inkább azoknak jó, akik ténylegesen szeretnék belásni magukat az ókori keleti mindennapokba, és kíváncsiak arra, hogy tényleg egészen pontosan mi is történt akkoriban. Ha te nem egy komoly könyvre vágysz, akkor szerintem ezt még hagyd a polcon egy kicsit, és majd később vedd le. Azonban, hogyha te az a fajta ember vagy, aki jobban szereti a komoly olvasmányokat, és most képes lennél egy kis időt kutatással tölteni, illetve szereted a történelmi tényeket, akkor számodra mindenképp ajánlom, remek olvasmány lesz neked. Nekem, amikor először olvastam, akkor igencsak kétesélyes véleményem volt, ugyanis habár remek történetnek tartottam, egyszerűen utáltam olvasni. Ennek pedig az az oka, hogy nekem ez kötelező olvasmányom volt 9-ben. A karácsonyi szünetben rágtam át magam rajta, miközben olvasónaplót írtam belőle emelt történelemre. Én pedig az a fajta ember vagyok, akinek tök mindegy milyen jó a sztori, utálni fogom, ha rajta van az a jelző, hogy kötelező. Úgyhogy igazából már csak a második olvasásra tetszett meg, az elsőnél már inkább csak nyug volt a nyakamon. Azonban ma már látom, hogy ez tényleg egy jó könyv, ha abban a pillanatban olyan lelki állapotban vagy, amikor erre van szükséged. Szerintem egyébként ez a kötelező olvasmányok legnagyobb hibája, hogy nem feltétlenül abban a pillanatban van szükségünk a történetre, amikor azt nekünk el kell olvasni. De ezt döntsétek el ti magatok, ha elolvassátok, kérlek hagyjátok a kommentek között a véleményeteket, és mondjátok el, hogy miért tetszett, vagy ha nem tetszett, akkor miért nem. Köszönöm, hogy velem tartottatok, remélem legközelebb is találkozunk. Sziasztok!